Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, az Úr áldjon meg benneteket. Mindnyájatokat, kedves testvéreim, János evangéliumát folytatjuk, eredeti görög fordítás, Vida Sándor fordításából, és a 17. fejezettel folytatjuk, testvéreim. Nyitjátok ki szívetek ajtaját, hogy odahasítson be az ige. Ugye maga az ige Úr Jézus Krisztus, illetve az Atya, és akit az ige a szívébe engedi, nem az elméjébe, és hite is van, azt mondja a Tesszalonikai levél, kik hisznek, azokon az ige is munkálkodik, úgyhogy legyen így az életetekben. Olvasom. Ezeket szólta Jézus, és felemelte tekintetét az égbe, és ezt mondta. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a fiadat, hogy a fiú dicsőítsen téged. Halleluja, dicsőség Istennek. Szóval Jézus hajszál pontosan tudta az időpontot, és mikor kell neki úgymond a keresztre felszállni és letenni az életét. Ilyen bűnös embereké, mint én is voltam, dicsőség az Úrnak, meg sok más mindenkiért az életét adta Úr Jézus. Amint hatalmat adtál néki minden hús teste, hogy mindazoknak, akiket nékik adtál, világkorszakokra szóló életet adjon. Az pedig a világkorszakra szóló élet, hogy megismerjenek téged. Szóval aki nem ismerte meg a mennyei atyánkat közvetlen közelről, az nem született újjá, az nem hallja a hangját, az a Szent Szellem nem tudja őtet igazítani, hogy ezt tedd, vagy azt mond, vagy itt csináld. Úgyhogy itt még egyszer az a téged egyedül való igaz Istent, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én téged megdicsőítettelek a Földön, munkát elvégeztem, melyet nekem adtál, hogy megtegyem. Kedves testvéreim, itt el kell, hogy mondjam mindenkinek, minden egyes kereszténynek, illetve hívőnek, aki már újjászületett, hogy mi nem azért jöttünk a Földre, mindenki jött egy-egy feladattal, amit el kellene, hogy végezzen, de sajnos az ördög is itt van e Földön, és nagyon sokan avval töltekeztek be, és lelangyították, lelassították, és hátradőltek a keresztények, és benne a ragadványos bűnbe benne maradtak, és hát ezáltal nem tudják elvégezni azt a feladatot, amiért a mi mennyei atyánk elküldött bennünket. Szóval mi nem azért vagyunk ám itt ennen a Földön, hogy eszünk, iszunk, szeretkezünk, aztán vécézünk. Ez, kedves testvéreim, az állat is tudja mindezeket a négy tevékenységeket, és ha valaki nem született újjá Szent Szellem által, akkor ezt a négy tevékenységet teszi. Na de az ige azt mondja, hogy azt viszont garantálom, hogy a hús test nem látja meg a mennyek országát, hanem Szent Szellemmel újjá kell születnünk. Csak akkor lesz nekünk meg a mi üdvösségünk, ami ingyen van, de Szent Szellem által, hogy újjá szülessünk, azon bizony nekünk is nem hátradőlni kell, hanem az ördög, hogy az ige is mondja, hogy minden rossz gondolatot csípjél le az elmédben, és Jézus hatalmas nevével vesd ki onnét. Na most, kedves keresztények, nem jutottak el idáig gondolatban mindenféle sok-sok dolog van, vagy valami baj fölüti a fejét, ami feladatnak hívunk, akkor akár kötőszavak is kiröpködnek az embereknek a szájából, még vezetők szájából is, mivel nincsenek Szent Szellem által újjászületve, hiszen ha Szent Szellem által te újjászületsz, kedves testvérem, akkor az Úrod bent a Szent Szellem által a te edényedet megmossa, és tudjuk azt a Jézus szavaiból, hogy szívből szól a száj azt szólja, ami van a szívbe. És ha te szítsz valakit, vagy valakire haragszol, akkor neked a szívedben az ördög van, de nem a Szent Szellem. Szóval, kedves testvéreim, senkit nem megijeszteni akarok, hanem világosságra juttatni, hogy újjá kell születned. Az üdvösség ingyen van, az valóban ahhoz te semmit nem tudsz hozzátenni. De attól függetlenül, hogy te kaptad azt, hogy üdvösség ingyen van, nem fogsz a mennyek országába kerülni mindazok, akik nem születtek újjá Szent Szellem által. Folytatom tovább. És most dicsőíts meg engem. Te, Atyám, megadtál azzal a dicsőséggel magaddal, amely nekem megvolt, te nálad, melletted, mielőtt a világ volt, lett volna. Szóval még nem is volt világ. Már Úr Jézus Krisztus a mennyei Atya mellett ott volt.
hogy az igenségre ő volt mindenkor, mindenben első. Ő volt az első élő, ő volt az első ember, ő volt az első, aki letette az életét az emberekért. Igaz? Még nem hallottuk senkit se, hogy a kis Jócska annyira szerette a szomszédot, hogy letette az életét érte. Ugye? Ezt írta volna a TV, rádió, mindenhol hallottuk volna. De nem hallottunk ilyet. Ilyen csak Úr Jézus Krisztus volt, Isten fia. Kijelentem, kinyilatkozhatom a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál e világból. Szóval Úr Jézus Krisztus összegyűjtötte a 12 apostolt. Tudjuk ezt, hogy ezen kívül még 70 munkás volt, aki ugyanúgy a apostolok munkáját végezték, de ők nem voltak fölütve apostolnak. Tudjuk azt, hogy apostolokat csak Isten választ ki, szóval ez nem így van, kedves testvéreim, ahogy most van itt e földi világon, hogy akik pásztorok voltak, azok már mindjárt mindenki apostol lett, még a múlt héten pásztor volt, jövő héten már apostol, ezek egymást fölütötték, mert apostoli korszak lesz az utolsó időkben, de nem ők azok, ahogy az ige írja, hogy sok hamis tanító fog jönni az utolsó időben, sok hamis pásztor, bárányba bújt farkasok, akik csak a pénz motiválja őket, és sok-sok hamis apostol, nem beszélve profétákról. Rengeteg sok proféta van most, még egyelőre igaz profétát nem is lehet találni, hanem most a hamisaknak van az ideje. És ezen ne csodálkozzatok, az ige azt mondja, vigyázzatok, mert még az Antikrisztus is átváltoztatja magát fényességes angyallá, és ezek a kundaréni sok, akik röpködnek, hanyattesnek, kukorékolnak, nagy bajban vannak, mert azt mondja az ige, hogy kik a rosszat jónak mondják, a kundaréni ördög szellemét a Szent Szellemnek tulajdonítják. Igen, ez fölháborító. Ez olyan sötétségre van, olyan testiségre, ezek légiók vannak ezekbe a vezetőkbe, és nem bárányok ők már, hanem birka kiképzésed, akik ebbe a szellemiségbe belefürödtek, megkeresztelkedtek. Ez mind hamis, kivétel nélkül. A jézabeli szellemiségről nem beszélve, ugye, a farideusi szellemiségre, gyilkosság szelleme, mind ott vannak a Vatikán alatt, igen, ezt sűrűn elmondom, hogy emberek ébredjenek föl, mert Isten azért mondatja el velem, hogy megtérésre jussatok, mert nem lesz akkor üdvösség. Üdvösség igen van, de meg kell térni. Mi a megtérés? A megtérés az, hogy fölismered, hogy bűnös vagy, és megtérsz abból a bűnből. Jelenések könyve szépen elmondja ezt több helyen is. Ott fősorolja a gyülekezetekre, tudom ám, hogy mi a bajotok, meg milyen bűnbe vagytok. Térjetek meg belőle. Ez a megtérés. Nem az a megtérés, hogy te elmondtál egy üdvösségi imát, és azt hazudták neked, meg vagy térve, betoltak a víz alá, és attól még hol bűnös maradtál. Mert az, hogy víz alá ledugnak, attól az ördög nem fog kiszaladni az életedből. Szóval ez a megtérés, kedves testvéreim. És a megtérésen neked is kell munkálkodni. Hát hiszen az ige is azt mondja, állj ellene háromszor is, mikor jön a kísértés. Nem miután elkövetted, hanem már gondolatban az ördög betolta mindegy milyen bűnt, ott el kell csípni, le van írva, és ki kell vetni. Szóval folyamatosan szellemi harcban vagyunk. Az nincs szellemi harcban, aki már be van töltekedve az ördög mindenféle szellemiségével, az hátradőhető, azt se tudja én miről beszélek, nem is érti, nem is érzi, mint ahogy sok vezető se dő hátra, szeret az Úr, megyünk a mennybe. Siralmas ez a beszéd, mert ez nem így van. Ilyeneket csak az beszél, aki testi keresztény, akinek fogalma sincs, hogy mi a Szent Szellem, fogalma sincs az újjászületésről, fogalma sincsen a szellemi harcról. Mert folyamatosan szellemi harcban vagyunk. Nem test és ér ellen tuhakodunk. Nem a Józsi bácsit, meg nem a Süveges Imrét akarjuk leütni, se a Ráki Tamást, se a Németh Sándort, nem. Szeretjük őt. Megáldjuk őket. De az a szellemiséggel, amik ők be vannak töltekedve, ez a kundalini szellemiséggel, mi nem tudunk vegyülni. Miért nem? Azért, mert a Szentírás leírja egyértelműen, Pál apostol írja le,
hogy ilyen bűnösökkel, meg azokkal együtt még ne is egyél. Ne vegyüljél, de kedves testvéreim. Az nem jelenti azt, ha meghívnának valahova tanítani, akár az utolsó időkről, vagy szabadító szolgálatról, hogy megszabaduljanak, ahogy Jézus is mondta, hogy azért jöttem, hogy a vakoknak szemeiket megnyissam. Nem a testi vakságról beszél, hanem a szellemi vakságról. És az a szellemi vakság, mikor még testi keresztény vagy, meg se ismerted az Istent. Ha Istent te megismernéd, nem ismered a bűnöket elkövetni. Szóval mindenki a maga életét vizsgálja meg, hogy ő valóban újjával születve. Mert nagy a tétám, kedves testvérem, ott lenn a pokolban nagyon nagy meleg van. Figyeljetek! És azt mondta Úr Jézus Krisztus, hogy azért jött, hogy akik foglyok, szabadon bocsássa őket. Kik a foglyok? Azok, akik bűnben vannak. Akinek paráználkodni kell, dohányozni kell, narkózni kell, lopni, hazudni, csalni, ezek mind bűn. Pénz szerelme, lóvé minden, ha pénzt váltja benned, nem az, hogy neked téged elvedessen Isten elé, hát Isten elé ő nem tud elvedetni tégedet, hiszen ő sincs ott. Ki tud téged oda vezetni? Aki már megismerte az Urat. És egy igazi pásztornak az a feladata, vagy egy vezetőnek, hogy azok a bárányok, akik az ő hatáskörében vannak, nem kundalini szellemmel betölteni, meg pénzzel levenni őket, hanem az a feladatuk, hogy ő minden egyes bárányt Istenhez vezessen, ahogy Úr Jézus azt mondta, az én juhaim hallják az én hangomat. És ugye akikből már birkát csináltak, azok meg az Antikrisztusnak a hangját hallják, meg a szellemét, akik elmondják, hogy Jézus együtt fürödnek, Jézusnak az ölébe ül, szerelmes vagyok Jézusba, ilyen badarcságokat beszélnek. Testvérem, ne lepődjetek meg, ezt nem magamtól mondom ám. Ilyeneket beszélnek. Az ilyenektől tartózkodjatok, semmi közük nincs Istenhez. Megyünk tovább. Halleluja, dicsőség Istennek. Kijelentem a te neved az embereknek, akiket nekem adtál a világból, tiéd voltak, és nekem adtad őket, a te szavadat megőrizték, megtartották. Ugye hallani kell az Isten hangját. Van, akit vezet igény keresztül, van, aki valóban hallja, vagy a szívedben hallod, ott bent, Isten vagy, amit kell tenni. Vagy valamit cselekedtél, és nem jól cselekedtél, nem érzed jól magad. Nem érzed jól magad. Isten segédet, te jól érezed magad a fertőbe, a bűnbe. Nem, kedves testvérem. Ha te jól érzed magad a bűnben, neked közöd Istenhez nincs. Ezek nem súlyos szavak, hanem ige alapján mondom, és azt mondom, amit Isten akar velem mondatni. Nem magamtól. Nehogy azt higgyétek, ezt összeszedtem. Itt van a feleségem, nem fog senki kedvéé hazudni, én nem készülök rá ezekre. Hanem nekiállok, és Isten amit mond, akkor azt mondom. Mikor meg nem mond semmit, akkor végigolvasom. Igaz, ezt is megtapasztalhatjátok. Ha nem mondod úr semmit se, csak azért, hogy ártassam a számos sok fölösleges beszéd, de semmi értelme nincsen. De ezeket, amit én mondtam, ez szent és igaz. Nem azért, mert Tóth Tibor mondta, hanem a Szent Szellem mondatja velem. Halleluja, dicsőség Istennek! Örülünk nagyon, hogy megismertük Istent. Boldogság van a szívünkbe, ha valami rossz is történik velünk, azt mondja Pál apostol, mindenkor mindenért hálát adjatok, dicsőség Istennek! Aki az Úrnál van, az mindennek tud örülni. Mert abból is valami jó lesz majd, csak meg kell, hogy tanuljál belőle valamit. Hogy még egyszer ne esse abba a hibába. Ha mész egy úton, neki mentél az oszlopnak, ha legközelebb már fogod tudni, hogy hú, itt volt ez az éves kanyar, itt mentem neki az oszlopnak. Megtanultad, igaz? Na Isten is itt tanít bennünket. Úgyhogy mindenkor mindenért hálát adjatok. Amen! Dicsőség Istennek. Mondom tovább. Most megismerték, hogy mindaz, amit adtál nekem, tőled van. Mert azokat a beszédeket, melyeket nekem adtál, odaadtam nekik. Hallottátok? Jézus is csak azt mondta, amit Isten mondott neki.
Itt az igébe sehol nem veszed az, hú de jó tettünk a Józsi bácsinál, hú de jó volt ez, hú de jó volt az. Hát te nehogy azt, hogy te is elé vagy itt a földön. Egyé, így a szeretkezzé, vécézzé. Ez a testet ma tisztáztuk. Nem. Komoly feladattal lettél leküldve erre a földbolygóra, ami neked is feladatod van, és ha te egyszer elmondtad a befogadó imádságot, ott nem állhatsz meg, tovább kell haladnod ezen az úton, de viszont olyan gyülekezetben vagy, nemedeket tanítják, kerem, szeret az Úr, dőj hátra, azt mondja az ige. Ige mondja, nem Tottiba. Én népem, szaladj ki onnét. Ki kell jönnöd a alvó, szunnyadó, hamis, jézabeli, pénzszerelmi gyülekezetekből. Vetted a lapot? Ne időzz. Kifelé onnét, mert fognak jönni a csapások. Akkor meg ne csodálkozzál. Mert azokat a beszédeket, melyeket nekem adtál, odaadtam nekik, és ők befogadták. Figyeld, az apostolok befogadták. A szívükben nem a buksikban nagyon okosak voltak, hanem a szívükben, és azt mondta az Úr, nem kell nektek gondolkodnotok, majd a Szent Szellem kijelent, hogy mit mondjatok. És nem kell gondolkodni, nem kell itt neked előre készülni, meg ilyenek. Hanem a Szent Szellem adja azt nyelved alá mondani valót a szíveden keresztül, hiszen tudjuk azt, szívű szól a száj. Rengeteg sok-sok tanítások vannak, nézni nem bírom 5 percet tovább, a sok mesét csak mondja, fújja, egy-egy igét alig bír kimondani, azt is körbe magyarázza, de nem Szent Szellem által. Figyeljetek! Én értük kérlek, könyörök. Hallottad, hogy mit mond el ennek? Jó, figyelj! Ő azokért könyörök, Úr Jézus Krisztus, akik újjászülettek. Figyeled, hogy nem mindenkiért? Hanem értük, itt írja az ige, értük, nem mindenki ért, sok gonosz bűnös ért, nem. Hanem akik kihívottak. Nem a világért kérlek, könyörgök, hanem akiket adtál nékem, mert a tiéd. Isten Jézus hatás körébe adta. Halleluja, dicsőség Istennek. És az enyémek, mind a tiédek, tiéd, az enyémek, dicsőítsen meg bennünk, és már nem vagyok többé e világban, de ők a világban vannak, és én hozzád megyek, Szent Atyám. Őrizd, tartsd meg őket a te nevedben, melyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Szóval aki újjászületett, jó figyelj, kedves testvérem, Szent Szellem által, az abban a szellembe született bele, akit Jézus föltámasztotta. És egyek vagyunk. Aki újjászületett, az egy, az érti ezeket a tanításokat is. Ezek nem kárhoztató beszédek, hát hiszen Jézus is az igazságot a farizeusoknak elmondta, gyilkos atyádú valók vagytok. Na mindjárt ráfogták ő rá is ilyen kárhoztató beszédeket, szidalmazza Isten, törjük meg, na ez a farizeusi jellem. Egyből lejárat tégedet. Megy és akkor apostoli lánckörbe elmondja, igen, ezek lázadók, ezek ilyenek. Hát persze, az ő szemükben lázadó volt Jézus is, mert mindig mondta szemükbe az igazságot. Nem tetszett neki. Pál apostolék is ugyanezt csináltak, ezért meglettek kövezve, ostorodva, stb. Megbotránkozást okoztak. Hát mi is helymegyünk valahova, egyik felének tetszik, másik fele meg fölháborodik. Mert jó neki a lelangyult, leszűkített, tejen itatott állapot, a testi állapot. Hát de hiszen hogyan vedessen téged az az apostol, vagy az a tanító, vagy az a vezető Istenhez, hiszen ő sincs ott. Újjá kéne neki születni. Isten ezt ilyen finoman megfogalmazza, figyelj, ők az istentelenek. De maga Jézus mondta nekik, ne mondjátok nekem azt, hogy Uram, Uram. Miközben? A szívetek távol van, szátokkal közel vagytok hozzá. Na, ezek a vezetők, a mostaniak, tisztelet a kivételnek, ilyenek. Amikor velük voltam, én őriztem meg őket.
te nevedben, melyet nekem adtál, és vigyáztam, őrködtem. Senki azokból nem veszett el, csak a veszedelem a romlás fia, hogy az írás beteljesedjen. Tudjuk, hogy a 12-ből egy elárulta, az áruló Júdás. Most pedig hozzád megyek, és eneket szólom a világban, hogy én örömömet a maga teljességében birtokolhassák. Én átadtam nekik a te igédet, a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók. Na figyeljetek, kedves testvéreim, mit mond ez az ige? Ők nem e világból valók. Hát akkor melyikből? Onnét pöntről jöttek. És aki nem e világból való, az nem érzi jó magát ebbe a világba, mert ő együtt ment. Mint mikor tudod, valamelyik faluba elköltözöl, már ott laksz 40 éve, de akkor is te vagy együtt ment, mert jöttél. Na, ugyanígy van itt a földbolygón, és ide jöttünk, Isten leküldött feladattal, ugye itt az ige is leigazolta, hogy feladataink vannak, és azokat be kell végezni, aztán megyünk vissza, onnan jöttünk. Nem enni, inni, szeretkedni, vécézni, ez a test. A test kívánsága mind e világban van. 8 méteres tévé, meg hadd ne soroljam eleget a dolgokat. A világ hűítése, e világ istene. Átadtam nekik te ígédet, világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, hogy én sem vagyok ebből a világból, maga Jézus sem. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világba, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Amen. Szóval ezek szellemi védelem alatt vannak. Voltak, akik ugye most itt az apostolok, meg azok a személyek, akiket Jézus kiképzett és elhívott, és akiket most is elhívott az utolsó időkre, hogy a igaz evangéliumot hirdessék, azok ott védelem alatt vannak. Halleluja, dicsőség Istennek! Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból. Szóval ezek a személyek, akik elhívottak, kihívottak, nem e világból valók, mint Jézus sem volt, hanem onnét föntről, kedves testvéreim. Azt mondja a Szent Szellem, az ige mondja. Csak azok mehetnek oda fönt, akik onnét jöttek. Halleluja, dicsőség Istennek. Szenteld meg őket, látod Jézus, hogy könyörög az Atyához, való igazságban. A te igéd való igazság. Amen. Halleluja. Ez szent és igaz. Az egy szentírás. És egyetlen egy igazság van a világon, a földön, a szentírás. Nincs más. Amit engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. És én értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek való igazságban. Amen. Szóval kedves testvéreim, meg kell szentelődnünk. Nézzétek meg majd a szombati tanítást, eddel kapcsolatos lesz a tanítás. Meg kell, hogy szentelődjünk, másképp nincsen üdvösség. Aki ezt másképp tanítja, az hazug tanító. De nem csak egyedül értők könyörögnek, hanem azokért is, akik majd az ő szavukon keresztül hisznek bennem. Ha te hiszed ezeket a tanításokat, hited van rá, megváltozik az életed, te életed is könyörög, Úr Jézus Krisztus, hogy fölkerül. Hogy mindjárt egyek legyenek, mint te, Atyám, én bennem, és én te benned. Szóval itt mindjárt egységbe kell jutni, úgy nem lehet egységre jutni, mint a magánzó farkasok odahaza vannak, ők elképzelik, hogy jó úton vannak, azt jól felismerték, hogy kiköz haladni ebbe a langyos gyülekezetekbe, ezeket mind jól tették, de az, hogy magánzó farkasként van, ő nincs benne ebbe az egységbe.
mint te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk egyek legyenek, egy, egységre kell jutni. Ezért, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én dicsőséget, amelyet adtál nekem, átadom nekik, azért, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Szóval egyek kell, hogy legyünk, egységbe kell, hogy legyünk, ehhez egy gyülekezethez kell tartozni, nyilvána nem hamis, nem a kundalini, nem a farizeusi gyülekezethez. Természetes dolog. Én bennük, te bennem. Azért, hogy tökéletesen végcélba érve egyé legyenek. Te bennem, szóval Úr Jézus Krisztusban az atyaút, Úr Jézus Krisztus benne az atyába, hogyan az egész világban, aki van, az mind az atyában van, mert ő teremtett mindent. Hogy megismerjék, megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem együtt ott legyenek. Halleluja, dicsőség Istennek, ha elragadtatásban részt veszünk, ott leszünk fönt együtt Úr Jézus Krisztussal. Azért, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet adtál nekem, mivel hogy szerettél engem a világ alapjának levetése előtt. Szóval Úr Jézus Krisztust a mennyei atyánk szerette, még nem is volt világ. Képzeljétek el. Az igazságos atyám és a világ téged nem ismert, de én ismertelek téged, és ők megismertek, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, megismertettem azért, hogy a szeretet, amellyel szerettél engem, bennük legyen, és én is ő bennük. Halleluja! Szóval a szeretetben benne legyünk az atyába, de viszont Úr Jézus Krisztus a szívünkbe, Szent Szellem által engedd oda be. De ha te újjá születtél, megváltozik a beszéded, megváltozik az életed, mindenféle tisztátalanságtól meg fog mosni a Szent Szellem. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment a tanítványai a Kedron patakhoz túlra, ahol volt egy kert, amelyben bement ő és a tanítványai. Tudta pedig Júdás is, aki kiszolgáltatta, átadta őt azt a helyet, mivel sokszor gyűlt ott össze Jézus a tanítványaival. Júdás pedig kapott egy csapat katonát, főpapoktól, farizeusoktól pedig parancs végrehajtó szolgákat, odament fáklyával, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, ami rá következik. Kiment és azt mondta nekik, kit kerestek? Azok így válaszoltak neki, a názáreti Jézust. Azt mondta nekik, én vagyok. Ott áll pedig velük együtt Júdás is, aki kiszolgáltatta őt. Amint tehát ezt mondta nekik, én vagyok, meghátráltak, leestek a földre. Hanyatt estek a gazemberek, a bűnösök, ezek esnek hanyatt a kundalini szellemiségtől, ez a kukorékolás, röpdösés, stb. Istennek az emberei az egész Bibliát átfésültem e véget, nem beütöttem a keresőbe, hanem végigtanulmányoztam. Isten embere térdre rogyott, arcra borult, úgy dicsért az Urat. Egy se repült hanyatt, egy se kukorékolt. Egyik se esett a másik feje tetejére, mint aki eszét vesztette. Nem. Ez az ördög csinálja, hülyét csinál ezekből a keresztényekből, akik Szent Szellemet nem ismerték meg, hanem a kundalinével töltekeztek be. Ezek a buddhisták ezért mormónak állandóan mindent elkövetnek, hogy ebben a macskos szellemisége be töltekezzenek. És itt a magyar vezetők elé mentek ki külföldre a Benny Hinntől, a T.B. Joshuától, a Chris Pásztól, és sorolhatnánk jó sok ilyen hamis kundalini mester él külföldön, de már nem kell oda menni, mert már Magyarország is terve van ebben. És bementek és ebbe töltekeztek be, mert ez könnyű volt, kedüket rátették, megnyit a szívük, betöltekeztek ebbe a macskos szellemisége. Lásd Ráki Tamás tevékenységét, érdemes megnézni.
Semmi köze Istenhez. Életveszélyes a keresztényekre. Életveszélyes. És olyan sötétségben vannak, hogy hívogatják őt. Semmi köze Istenhez. Ezek nem súlyos szavak. Ezek Szent Szellem által való megállapítások. Halleluja. Amint tehát ezt mondotta nekik, én vagyok, hátráltak, leestek a földre. Hanyatt estek a gonoszok. Ekkor újra megkérdezték őket, kit kerestek? Azok pedig azt mondták, názáreti Jézust. Jézus így válaszol. Mondom nektek, hogy én vagyok az. Ha tehát engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni. Azért, hogy beteljesedjék az ige, amelyet mondott, hogy akiket nekem adtál, azok közül nem veszítettem el senkit se. Ők sértetlenül maradtak a tanítványok. Simon Péternek pedig volt egy harci kardja, bizony. Kihúzta azt a főpap szolgájára sújtott, levágta annak a jobb fülét. Hát én nem akárki volt ez a Simon Péter, de olyan ügyesen hasítani nem a fejébe csapta, hanem fülle. Gondold el, milyen ügyes lehet. Rabszolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus ezt mondta Péternek, dugd a kardod a hüvelybe. A poharat, amelyet adott nekem az atya, ne igyom ki, éj ezt. Szóval benne volt, hogy az életét adja, elve váltsa meg az ő gyermekeit. A katonai csapata ezredes meg a zsidók parancs végrehajtó szolgai ekkor elfogták Jézust és megkötözték őt. Elvezették először Annáshoz, mert apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy hasznosabb, ha egy ember halljon meg a népét. Amely milyen bölcs volt. Jézus pedig követte Simon Pétert, egy másik tanítvány, és a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak. Jézussal együtt bement a főpap udvarába. Péter pedig odaállt az ajtón kívül, de kijött a másik tanítvány, a főpapnak ismerőse, és szólt ajtóőrzőjának, és bevedette Pétert. Péternek pedig ezt mondott ajtóőrző szolgáló, nem de te is ennek az embernek tanítványa közül való vagy? De ő azt mondotta, nem vagyok. Ott álltak pedig a rabszolgák, parancs végrehajtó szolgák, parazsat szítottak, mivel hogy hűvös volt, és melegedtek, ott állt Péter is velük, és melegedett. Ekkor a főpap megkérdezte Jézus tanítványa felől a tanítás felől. Jézus is így válaszolt nekik. Én nyíltan, nyilvánosan szóltam a világnak, és mindenkor zsinagógában, templomépületekben tanítottam, ahol minden zsidó összejön, és rejtve, suttyomban nem szóltam semmit se. Mindenkor tisztán, erőteljesen az igét tóta Jézus. És akkor kérdezed ezeket, kérdezed azokat, akik hallották, mit szóltam nekik, lám, ezek tudják, amiket mondtam én. Amikor pedig ezeket mondotta egy az ott álló parancs végrehajtó szolgák közül, arcon ütötte Jézust, ezt mondotta. Így válaszolt a főpapnak. Jézus így válaszolt neki, ha rosszul szóltam, tégy tanúbizonyságot a rosszról. Ha pedig jó eszményen mit ütsz, mit nyúzol engem? Elküldött ekkor őt Annás megkötözve Kajafáshoz a főpaphoz. És ott volt Simon Péter állt, melegedett, ezt mondták hát neki. Nem te is az ő tanítványa közül való vagy? Ő letagadta, és ezt mondotta, nem vagyok. Egy főpap, a rabszolgái közül rokona annak, akinek levágta Péter a fülét, azt mondotta, nem téged láttalak én a kertben nő vele? Ismét megtagadta Péter, és mindjárt megszólalt a kakas. Elvezették ekkor Jézus Kajafástól a helytartói, kora reggel volt, de ők nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanokká váljanak, hanem megehessék a húsvéti bárányt, a pászkát.
Ti jött hát Pilátus hozzájuk, és ezt mondotta: milyen vádat hoztok fel ez ember ellen? Válaszol, ezt mondták neki: ha nem ezt tette volna rosszat, nem tudtunk volna át neked őt. Pilátus ezt mondotta neki: vegyétek át ti is, és a ti törvényetek szerint ítéljétek el őt. Ezt választották, nem a zsidók, néki a zsidók. Nekünk nincs megengedve bárkit is megöljünk, mondták a zsidók. De nem mégis ezt tették. Ráhatással voltak, a vezetőkről nyírják ki Jézust. Ők nem. Azért, hogy Jézus szava beteljesedik, amit mondott jeledve, hogy milyen halállal fog meghalni. Bement tehát ismét a helytartóságra, Pilátus szólította Jézus, és ezt mondotta neki: te vagy a zsidók királya? Ezt válaszolta Jézus: magadtól mondod én ezt, vagy mások mondták neked ezt rólam? Pilátus így válaszolt: tán zsidó vagyok én? A te nemzeted és a főpapok adták át nekem, amit tettél. Jézus így válaszolt: én királyságom nem e világból van. Ha e világból lenne az én királyságom, az én parancs végrehajtó szolgáim küzdenének azért, hogy ne adassa át a zsidóknak, de az én királyságom nem innét való. Ezt mondta hát neki a Pilátus: tehát király vagy te. Ezt válaszolta Jézus: te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúbizonyságot tegyek a való igazságról. Mindenki, aki a való igazságból van, hallgat az én hangomra. Amen, halleluja! Ahogy az ige is mondja: aki az én bárányom, az én juhaim, hallják az én szómat. Magyarul ezeket az írásokat Szent Szellem által tudják értelmezni, nem testi keresztények. Ezt mondta neki Pilátus: mi a való igazság? Amikor ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta nekik: én nem találok benne semmi okot vádat. Az pedig szokás nálatok, hogy egyet szabadon elbocsássanak nektek húsvétkor. Tanácsoljátok, hogy elbocsásson nektek a zsidók királyát? De azok ismét kiáltoztak. Azt mondták: ne azt, hanem a Barabást. A Barabás pedig rabló haramia volt, gyilkos. Ez kellett neki. A farizeusok most is a gyilkosság szellemiségével vannak betöltve, de nehogy azt higgyétek, hogy különbek. Szépen fölöltözködnek, öltő, nyakendő, és gyilkossággal telve ragadványal az ő szívük, maga Jézus mondta, nem én. Akkor Pilátus fogta Jézust és megkorbácsolta. És katonának tövisből egy koszorút hontak, rátették a fejére, bíbor színű köppent adtak rá. Gondoljátok-e, tövis koszorú, tele tüskékkel, hegyes, kemény, tudom mi az. És ezt belenyomták a fejébe. Azért, hogy mi üdvösséget nyerhessünk, ettől még nem nyertünk üdvösséget, csak megvan az útvonal, hogy azon végig kell mennünk megtisztulva, mire jön Úr Jézus Krisztus. És oda mentek hozzá, ezt mondták: örülj, zsidók királya! Arcon csapkodták. Hallod, ezek rosszabbak voltak, mint a gyerekek. Ütötték, vágták. Bűne nem volt neki. Csak az igazságot a fejükre tudta. És újra kiment Pilátus, és ezt mondta nekik: lám, kihozom őt nektek azért, hogy megtudjátok, hogy semmi vádokot nem találok benne. Figyelj, nem találtak benne vádat, de a Pilátus is fét a zsidók túl nyomás alatt volt, hogy a zsidóknak az akaratát beteljesítse, mert ő tudta kinyíratni. Itt elmondták a zsidók, nekik nincs erre hatalmuk. De mégis elintézték. És kijött Jézus elejét, tövös koszorút, bíbor színű köppent viselve, és Pilátus ezt mondta:
Nézzétek, az ember ember. Amikor tehát meglátták őt, a főpapok, parancsvégrehajtó szolgák kiáltoztak, ezt mondta: feszíts keresztre, kínkaróra vele! Pilátus így szólt nekik: vigyétek el és feszítsétek keresztre, húzzátok kínkaróra ti, mert én nem találok benne vádakat. Ezt válaszolták neki a zsidók: nekünk törvényünk van, és törvény szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát, figyeljétek? Na, ez a farideusi ne törvényeskedj! Mondom a putuska vezetőknek, mikor mondják, az ígérő van szó, vagy akár Ó Testamentum ígérő, ne törvényeskedjé, fogalmuk sincsenek, miről beszélnek testi farizeusi keresztények és vezetők. A törvényeskedés az, hogy ezt kitalálták ők maguktól, Isten fiának mondja, írjuk ki. Ez volt a zsidók törvénye. Na ez a törvényeskedés. Ha nem az, hogy te be akarod tartani a parancsolatokat, ember. Hát a Jézus ebben kezdve a hegyi beszéden, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényeket eltöröljem, hanem azért jöttem, hogy betöltsem szeretet által minden törvényt. És a római levélben le van írva, míg az ember él, törvény vonatkozik rá. Galatai levél meg nagyon szépen leírja a végén, egyértelműen, hogy akik szent szellemmel újjá születtek, azokra a törvény nem vonatkozik. Miért? Mert teljesen újra születtek, betöltötték az egészet szeretettel. Erre a szintre kell jutni, kedves testvéreim. Még egyszer mondom. Erre a szintre kell jutni mindenkinek, aki üdvösséget szeretne. Mert az üdvösség ingyen van, de Szent Szellem által újra kell születni. Amen. Halleluja. Amikor tehát meghallotta Pilátus ezt a szót, még inkább megrémült. És bement a helytartóság újra, és ezt mondotta Jézusnak: honnan való vagy te? Jézus azonban nem adott neki választ. Ekkor így szólott hozzá Pilátus: nekem sem szólsz. Nem tudod, hogy hatalmam van elbocsájtani téged? Hatalmam van kint karóra feszíteni téged? De mégis félt a néptől, hatalma lett volna, azt mondaná, ezt az embert nem akasztjuk fel, kész. Nem merte megtenni, ő csak játszadozott a hatalmával. De figyeljetek, Jézus ezt válaszolta: semmi hatalmad nem volna felettem, ha felülről nem kaptál volna. Ezért, aki kiszolgáltatott engem neked, annak van nagyobb bűne. Az még jobban meg lesz büntetve. Akik elintézték, hogy kinkaróra menjen, meg a Júdás, aki elárulta, még nagyobb bűnbe lesz, tudjuk azt, hogy ő fölakasztotta magát. Na de most figyeljetek ide, kedves testvérek, fölülről kapta hatalmat, mind ahogy tudjuk, hogy minden vezető föntről lett odaállítva, itt most nem a keresztény vezetőkről beszélünk. Azok is maguk ott tették oda. Igen, ez a testi farizeusi ellen. Ettől fogva Pilátus azon volt, módot keresett, hogy elbocsássa őt. De a zsidók kiáltoztak, figyelj, ezt mondották: ha ezt elbocsátod, nem vagy barátja a császárnak, figyelj csak. Nyomták neki az évet. Mindenki magát királyát teszi, ellene szegő a császárnak. Pilátus, amikor hallotta e szavakat, kivetette Jézust eléjük, és beült a bírói székbe azon a helyen, melyet kikövezett mozaik udvarnak, héberül, Gabon hátnak mondanak. Húsvét, azaz a pászka ünnepről van itt szó, nem a húsvétról, a zsidók a pászka ünnepét ülték meg húsvét napján, ami pogány szokás a húsvét. Halleluja, dicsőség Istennek! Húsvét pászka ünnepén elkészült napja volt akkor, mint egy 6 óra, és ezt mondott a zsidóknak: nézzétek, itt a királyatok! De azok azt ordították: vidd el, feszíts keresztre őt!
Ezt mondta nekik Pilátus, ti királyotok, feszítsen keresztre, húzzon kinkaróra. Ezt válaszolták a főpapok. Nem királyunk van, hanem császárunk, szóval nem fogadták el Úr Jézus Krisztust. Ekkor átadta őt nekik azért, hogy keresztre feszítsék, kinkaróra húzzák. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztjét a kinkaróra. Elérkedett a úgynevezett koponya helyre, melyet héberül Golgotának hívnak. Ahol őt keresztre feszítették, kinkaróra húzták, s vele a másik kettőt, két felől, középen pedig Jézus. Pilátus pedig feliratot is írt, feltette a keresztre, kinkaróra, ez volt ráírva. Názareti Jézus, zsidók királya. Ezt a feliratot pedig sokan olvasták, zsidók közül, meg közel volt a városhoz, a hely, ahol keresztre feszítették, kinkaróra húzták Jézust, és héberül, latinul, görögül volt odaírva. Ezt mondták hát Pilátusnak a zsidók főpapja, ne azt írd, a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Szóval ezek a farizeusi papok, ez kegyetlen. Katonák pedig, amikor keresztre feszítették, kinkaróra húzták Jézus, fogták a ruháit, négy részre osztották, mindegyik katonának egy-egy rész és az inget. Az ink pedig varratlan volt felülről egy darabból szőve. Így szóltak tehát egymáshoz. Nehogy szétszaggassuk ezt, vessünk sorsot rá, ki legyen. Hogy az írás beteljesedjék, elosztották maguk közt a ruháimat, ruházatomra sorsot, kockát vetettek, katonák így tettek. Ott állt Jézus keresztfája, kinkarója mellett az anyja, anyjának nővére Mária, Kleopás felesége Magdala Mária. Jézus pedig, amikor látta az anyját és ezt a tanítványt, ott állt, akit szeretett, ezt mondott anyjának. Asszony, lám a fiad. Azután ezt mondta a tanítványának, lám az atyád. És ettől az órától magához, sajtátjába fogadta őt, sajátjába fogadta őt a tanítványai. Miután Jézus tudta, hogy már minden elvégeztetett azért, hogy beteljesedjék a írás, ezt mondotta, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy ecettel telített szivacsot izsópra tűztek, oda nyújtották szájához. Amikor megfogadta az ecetet Jézus, ezt mondotta, elvégeztetett, lehajtotta fejét, és kiadta, visszaadta szellemét. Szóval a szelleme kiszállt belőle, és átadta Úr Jézus Krisztus a mennyei atyának. A zsidók tehát, mivel előkészületi nap volt azért, hogy nehogy ott maradjanak a keresztfán kinkaron, testtek szombaton, szóval akkor ez pénteken volt egyértelműen, mert a nagy ünnep volt az a szombat napja, a pászka ünnep, szombaton, erről már tanítottam. Na, megkérték Pilátus, hogy törjék el a lábszalait és vegyék le őket. Eljöttek tehát a katonák, elsőnek bár megtörték a lábszárait, és a másik két is, aki vele együtt volt, keresztre feszítve, kinkaróra húzva. De mikor Jézushoz értek, láttak, hogy ő már meghalt, nem törték meg a lábszárait, hanem az egyik katona a lándzsával beleszúrta oldalába, és mindjárt vér és víz jött ki. És aki ezt látta, tanúbizonyságot tett, való igaz, tanúbizonyság tétele, és azt tudja, hogy való igazat mond azért, hogy ti is higgyetek. Mert ezek azért lettek, hogy beteljesedik az írás, csontját nem törjük össze. Le van írva a Szentírásban. És egy másik helyen írás ezt mondja, meglátják majd, akit átszúrják, átszegeztek. Ezek után pedig megkérde Pilátus arametei József, aki Jézus tanítványa volt, de csak rejtve, a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse Jézus testét, és megengedte a Pilátus, eljött tehát, és levette Jézus testét. Eljött pedig Nikodémus,
ugye János evangéliumában volt a Nikodémus, hogy hogyan kell újjá születni az a Nikodémus, aki Jézushoz éjszaka ment el először, ugye tudjuk a harmadik fejezetből, hozott egy mirha aloé keveréket, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát a Jézus testét, lemvászomba kötötték, illatszerekkel együtt, ahogy szokásuk volt a zsidóknak temetni. Volt pedig azon a helyen, ahol keresztre feszítették, kinkarra húzták egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senki sem volt temetve. Oda helyezték tehát Jézust, zsidók készületi napjai miatt, mivel hogy közel volt a sírbolt. Szombatnak 7 első napján, vásárnapján, pénteken felakasztották, szombat volt a 7 utolsó napja, a pihenőnap, és a 7 első napja vásárnap. Szombatnak 7 első napján, kora reggel, mikor még sötét volt, Magdala Mária sírbolthoz ment, és látta, hogy ökő el van hengerítve. Elfutották tehát, és megérkezett Simon Péter, a másik tanítvány, az aki kedvelte Jézus, ezt mondta neki, elhitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Elindult tehát Péter, a másik tanítvány, a sírbolthoz ment. Versenyt futott pedig a kettő együtt, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban Péternél. Előbb ért a sírhoz, és behajtott, és látta ott vekvő lenoászonokat, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter, és bement a sírbot, és látta ott fekvő lenvászokat. És a kendőt, amely a fején volt, nem lenvászonokkal volt letéve, hanem külön összegöngyölve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány, és aki először érkezett a sírbolthoz, és látta, és hitt. Mert nem értették még az írást, hogy senki halottak közül fel kell támadnia. Ezt még nem értették, mert itt még ők testi tanítványok voltak, és majd csak utána töltekeztek be Szent Szellemmel, és onnéttől kezdve tudták értelmezni a Szentírást úgy, ahogy az Isten is szerette volna. Testi keresztények sehogyan sem értik, csak szagyvaságokat tanítanak ezek a testi vezetők, aki nem született újjá. Figyeljetek! Elmentek tehát ismét, övéikhez, tanítványaikhoz. Mária pedig ott állt kint a sírbolt felé, fordulva, zokogva, amint csirdogált, behajolt a sírba. Síratták, ugye mind ahogy síratják most is, mikor halottat viszik, aztán aki Istennél van, már szelleme fönt van az atyánál, halleluja, dicsőség az Úrnak, nem sírni kell, hanem örülni. Ők se értették, mert testiek voltak. Testi nem ért semmit se, csak zagyvaságokat hoz össze a tanításokban. Nem beszélve utolsó időkről, jelenésekkel, hogy zagyvaság, amit tanítanak. S látott 2 angyalt ülni fehérben, az egyik fejtel, egyik láttal, ahol a Jézus teste feküdt. És azok ezt mondták neki, asszony, mit sírsz? Ezt mondta nekik, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették, ugye, mit mondtak mindjárt az angyalok, mit sírsz? Ha föltámadott, örülni kéne, nem sírni. És mondotta nekik, Jézus asszony, mit sírsz? Ezt mondotta nekik. Amikor ezeket mondotta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, és nem tudta, hogy Jézus az. És mondotta nekik, Jézus asszony, mit sírsz? Kit keresel? Az azt gondolva vélve, hogy a kertész ezt mondotta neki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted őt, és majd én is elviszem őt. Jézus ezt mondta neki, Mária! Az megfordul, ezt mondta neki, héberül. Rabuni, ami azt jelenti, tanítómester. Jézus ezt mondotta neki, ne érints meg engemet, még nem mentem föl az atyához. De ment el te, testvéreimhez, és mondd meg nekik, fölmegyek az atyához és a ti atyáitok, az én Istenemhez és a ti isteneteihez. A Magdala Mária elment, hírül vett a tanítványoknak, vitte,
hogy láttam az urat, hogy ezeket mondotta neki. Amikor tehát késő este lett azon a napon, szombatok, a hét első napján, ez a hét első napja, vásárnapja, ajtó be volt zárva a zsidók felől, félelem miatt ott, ahol a tanítványok voltak, eljött Jézus, megállt középen és mondta nekik, békesség néktek! És ezt mondták, megmutatta a kezeit oda, oldalát nekik, és örültek a tanítványok, hogy látták az Urat. Jézus pedig ezt mondotta nekik újra, békesség néktek, amit elküldött engem az Atya, én is elküldelek titeket. Figyeljetek! És ezt mondotta rájuk lehet, így szólt nekik, vegyetek Szent Szellemet! Vegyetek Szent Szellemet! Mikor a balgatag szüzeknek is a öt bölcs szűz azt mondta, menjetek, vegyetek Szent Szellemet, ha nem az ötséges üzletbe kell venni. Tudjuk a Galata 5-6-ban, hogy szeretet által munkálkodik a hit, ez maga a Szent Szellem, szeretet által, ahol szeretet van, ott van a békesség fejedelme maga Úr Jézus Krisztus a szívbe. Ez az újjászületés. És ezt mondta nekik Jézus. Figyeljetek! Ha valakiknek megbocsátják bűneit, megbocsátják azoknak, akiknek megtartják, azoknak megtartatik. Meg kell tudni bocsájtani. Megbocsátatlanság nélkül, ha abban maradsz, nincs üdvösség. Se gyógyulás, se semmi. Tamás pedig egy 12 körül, aki Ikernek mondattak, nem volt velük, mikor eljött hozzájuk. Melyiken? Kettős. Hiszek is, meg nem is. Hiszek is, meg nem is. Ezek a kettőség van benne. Hitetlen Tamás. Volt köztünk is ilyen hitetlen Tamás. Nem is egy. Elmondta hát nekik a többi tanítvány, láttuk az Urat, ő azonban ezt mondotta, ha nem látom a kezeimet, szögek nyomát, új és szögi helyébe nem teszem a kezemet oldalába, nem helyem, egyáltalán nem hiszem. Na ilyen a hitetlen Tamás. Ha nem látom, nem hiszem. Azt közben Jézus azt mondta egy beszéde, akik nem látják az Urat, de hisznek benne, azok a boldogok. És 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványi, Tamás is velük eljött, Jézus bezárta ajtót, ajtókon átment be Jézus. Megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek! Ezután ezt mondta Tamásnak. Nyújtsd hozzá az ujjadat ide, és nézd a kedeimet, nyújtsd hozzá a kededet, tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. De a kedves testvérem, egy dolgot tisztázzunk, neked nem reformátusnak közeli, nem katolikusnak, nem evangéliusnak, nem baptistának, nem hitgyülekedetesnek, hanem hívőnek. Ki a hívő? Aki újjászületett Szent Szellem által. Azoknak van üdvösségük. Válaszolt Tamás, ezt mondotta neki, én Uram és Istenem. Jézus pedig ezt mondta, mivel hogy láttál engem, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez a természet fölötti. Nem látjuk Jézus, de hisszük, 100%-osan tudjuk, és hiszünk benne. És megtartjuk a hit és hűségünket Úr Jézus Krisztusban, ezek a hívők. Sok más jelet is tett, ugye Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Figyelitek? Sok más jelet. Lehet, hogy még egyszer ilyen vastag volna a Szentírás, ha minden jelet, amit ott Jézus tett nekik, leírták volna. Ezek pedig azért lettek megírva, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus Isten fia, és azért, hogy hit hűség révén életetek legyen az ő nevében. Halleluja, dicsőség Istennek! Kedves testvéreim, következő alkalom a 21. fejezettel fog majd folytatódni. Most erre bezárjuk ezt a mai alkalmat egy imádsággal. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked, Uram, a Szentírásért, szent és igaz, Uram. És ha mi nem is láttok, Úr Jézus Krisztus, de 100%-osan hiszünk benne, mert a te írásaid szent és igaz, Uram, és ezeket az igéket a szívünkbe engedjük. És Uram, kérlek tégedet mindazok, akik nézik, hallgassák, Uram, hogy a szívükbe tudjon bemenni ez az ige, Uram, és te munkáld az akarást bennük, hogy teljes megtérésre jussanak, és Szent Szellem által újjá szülessenek, hogy ők is azt mondhassák, hogy hívők, és nem különböző szektákhoz vagy gyülekezeteket,
tartoznak, vagy egyházakhoz, hanem te hozzád, Uram Istenem. Atyám, én megáldom őket Názáreti Úr Jézus hatalmas nevében. Amen.